Én úgy gondolom, hogy a változás az életünkben bármikor bekövetkezhet. És most ez teljesen független attól, hogy betegség miatt következik be, vagy éppenséggel változtatni szeretnék. Másképpen szeretnénk élni, más ízeket szeretnénk, egészségesebb alapanyagokat szeretnénk feldolgozni. Az én esetemben, én 9 évvel ezelőtt volt egy vastagbél problémám, és amiatt kellett, tehát nekem kellett változtatnom az életemet. Az első 2 évem az arról szólt, hogy szinte összeomlottam, mert mindig a régi ízekre vágytam. És ugye eljön az idő, hogy az ember egy kicsit megrázza magát, hogy hú, hát én azért ettől értékesebb vagyok, és nem kell én nekem magamat sajnálni éveken keresztül. Kezdjek el felébredni, és kezdjek el nyomozni utána, hogy hogyan is lehet másképpen élni. Megvonták, vagy meg kellett, hogy vonjam magamtól a tejterméket, a glutént, tehát mindenféle gabonát, egyedül a rizs volt, ami engedélyezett volt, tejterméket, tehát nem fogyasztottam, ami általában a túlnyomó többségét teszi ki az étkezésünknek. És elkezdtem alkotni, elkezdtem iskolába járni, elkezdtem egy szisztémát keresni, hogy milyen módon lehetne az én életemet megváltoztatni tudatosan. Az ADF-csoportomat például nagyon-nagyon gluténérzékenyek, nem bírják a laktózt. Hiába a húsfélék ott vannak a számukra, de nagyon sok minden az, amit ők nem könnyedén és nem jól tudnak emészteni. Az ADF-csoport ugye ez teljesen a vegetáriánus vércsoport, nem ajánlott egyáltalán sem a tejféle, sem a gabona, sem a cukor gyakorlatilag. Tehát nagyon-nagyon sok minden megvonás alá kerül egy ágércsoportban. Én már oda-haza előre dolgoztam, elkészítettem, megfőztem a kölest. A kölest általában biztosan tudják, hogy 3-szoros mennyiségű vízzel készítjük el, és addig főzzük, amíg olyan szuszogós nem lesz, és utána letegyük és hagyjuk őt, hogy pihenjen. Tettem bele egy kis kókusz zsírt, azért, hogy másabb legyen a tapadása, másabb legyen maga, kicsit olyan sejmesebb legyen az állaga. Lányok, jöttek segíteni? Zsuvega konyhája címmel itt egy újabb gasztronómiai rendezvényre kerül sor, mi több postolóval egybekötött és bemutatóval egybekötött rendezvényre kerül sor. Hát ugye itt a glutén, valamint a laktózmentességről esik szó. Hát miért is fontosak ezek a dolgok? Hát aki ért hozzá, biztos tudja, én nem annyira. Hát ezek nagyon-nagyon fontos ételallergiákat tudnak okozni, és vannak olyan esetek, amikor nem baj, hogyha az ember ezeket elhagyja, sőt, vannak, akinek muszáj elhagyni ahhoz, hogy jól legyen. De könnyű ezeket elhagyni, mármint a gyakorlatban, vagy pedig azért dolgozni kell vele? Dolgozni kell vele. Hát egyszer természetesen nem olyan egyszerű ezeken túllépni. Az ember mindig állandóan a régi ízekre, a régi finomságokra vágyik, de ezt megpróbáljuk másokkal helyettesíteni, és megpróbáljuk a hasonló ízeket elővarázsolni. Amiben te nagyon-nagyon nagy szakértő vagy. Hát 2 éve azt hiszem, hogy dióból készült kolbász kóstoltattál velem, és le voltam döbben, hogy mennyire hasonlít az eredeti íz. Hát igen, én már most 9. éve vagyok vegetáriánus. Az első években teljesen laktózmentesen, gluténmentesen táplálkoztam, ma már nem. Ma már fogyasztok nagyon-nagyon minimális laktózt, tehát tejterméket, és nagyon minimális glutént is. De attól függetlenül nagyon-nagyon szívesen beletesszük, beleépítjük az étkezésünkbe, a férjem és én is, a gluténmentes és a laktózmentes táplálékokat. De mondjuk a kolbász íze hiányzott? Vagy ezeket te találtad ki, mint recept? Vagy hogy történik ez? Mert egyébként áruljuk a nézőknek, hogy nem csak kolbászt, hanem már a szalonnát is úgymond leképez. Ilyen fura módon. Igen, ez hosszú éveknek a munkája, a diókolbász, természetesen azért, mert azért a 40 évig valaki fogyaszt egy húsfélét, és imádja mondjuk a kolbászt, vagy a füstölt sonkát, akkor nyilván, hogy ez azért hiányzik az életben mindig, és ez így alakult ki, hogy hosszú évek során sikerült megalkotni. Tehát ebbe gyakorlatilag semmi más nincs. Ebbe csak a köles van, meg kókuszzsír,
Teszünk bele egy kis sót. Valamelyik költök, egy csipet sót. Jó, csak megfogod és megsózál, tehát egy picit többet. Mert tudjátok, hogy az ételnek a lelke az, hogy meglegyen a ying és meglegyen a yang. Még egy picit tegyél bele, azaz. Nagyon ügyes vagy. Ki tud citromot reszelni? Reszelünk bele citromhéjat. Nagyon fontos, hogy a kölesbe általában, ha túrógombócot is készítünk, vagy palacsintat leszeléket, tegyünk bele citromhéjat azért, mert elveszi a kölesnek a keserű ízét. Elmondom az okifilmakhéjat, és legyél olyan kedves, hogy tegyél bele körülbelül egy evőkanállal. Jó? Odaadom az evőkanalat is, és akkor majd a másikba is tegyünk egyel, jó? Ez azért kell bele, hogy nagyon-nagyon klasszul megálljon, és ne folyjon szét, nagyon ügyes vagy. Jó, akkor lehet gyurmázni. Teszünk bele egy kis vaníliát, egy kézzel csak, nem kettővel. Másikkal megfogjuk az edénynek a szélét, mert akkor körbe-körbe elkezd forogni. Teszünk bele egy kis vaníliát. Hát ez nem bio kókusz. Hoztam egy érdekességet. Rizs tejport. Tehát a kölest, azt nem tejbe főztem meg. Nem is rizstejbe, nem is kókusztejbe, nem is sima tejbe, hanem csak sima vízbe. Megfőztem a kókuszt, raktam bele egy nagyon picike kókuszsírt, és ebben fogom megadni neki egy kicsit a más színét, meg egy picikét másabb lesz az állaga is, meg az íze. De nyugodtan lehet akár kókusztejport is, de nekem most ez volt odahaza. Úgy. Alakul? Nagyon kemény? Nem. Nem mert még meg teszünk meg egy kis citromat, meg majd közben a kóstolónak meg kell kóstolni. Az édesítő, ez egy 1000 édes, többféle édesítőanyagból van. De aki nem cukorérzékeny, nem cukorbeteg, nyugodtan tehet bele mézet, ki mit szeretne beletenni, nyugodtan. Ezek titkos dolgok, vagy pedig nehéz dolgok, vagy pedig egyszerű dolgok, és mondjuk fellelhető akár az interneten is, nem tudom. Hát az internet nagyon sok mindent rejteget, de azt, hogy kinek milyen az ízvilága, ki hogyan szereti, milyen állagúra szereti, azt nyilván, hogy ez teljesen egyéni módon fog majd kialakulni az évek során. Akkor említettem, hogy van ugye dióból készült kolbász, de a szalonna az mi is? Mert azt itt be is fogod mutatni, ez miből készül a te fajta szalonna? Ez paddizsánból készül, a tojásgyümölcsből, és azt hiszem, hogy van olyan is a dobozban, amit megtöltöttem egy kis fetasajtal, de van olyan is, amit csak sima a paddizsán van elkészítve, és el fogom árulni, hogy hogyan. Hát hihetetlen, és ez nehéz egyébként megalkotni? Vagy hogy kitalálni? Nehéz, de nem. Csak bátorság kell hozzá egy kicsit, meg kell próbálni ilyet is, olyat is, és akkor utána sikerül. Olívaolaj adja neki a zsírosságát, mert hát azért egy szalonna az legyen zsíros. Ja, és akkor egy picike trükk van még benne, mert ugyanis mi a párommal meg szoktuk füstölni a paprikát, ő termeli a paprikát, és meg szoktuk füstölni, és egy picit füstölt paprikával van megszórva, ez még ad neki egy különösebb, kis pikánsabb ízt. Ez a kettő, ez feta sajtos, ez csak olyan fogyassza, aki fogyaszthat sajtot. No, hát minden esetre itt azért készülnek az ételek, ugye, ahogy említettem, bemutató, valamint kóstoló is van, hát miket mutatsz be? Itt elég széles a repertoár.
Hát elsősorban édességeket, ugye a sütőtök, az ősznek a gyümölcse, vagy a zöldségféléje, és akkor rendhagyó módon mi nem csak megsütjük ezt a sütőtököt, hanem édességet, desszertet fogunk belőle készíteni. Nagyon sokan, akik már kóstolták, sokan azt mondják, hogy hasonlít a zserbóra, és tehát ezt sütőtökből fogjuk cukormentesen, laktózmentesen, gluténmentesen elkészíteni, de készítünk kölesből rafaellót, ami nagyon nagy kedvenc mindenhol, és ezek az édességek, de fogunk készíteni egy diótejet, amit ha valaki nem fogyaszthat tejterméket, és most kezdődött neki az, hogy nem tud olyan hirtelen váltani, akkor dió általában minden háznál van, és nagyon egyszerűen lehet a dióból tejet készíteni, és nagyon finom. De még kijön belőle valami lé, és akkor tej lesz belőle? Vagy? Úgy csináljuk, felhígítjuk, hogy kijöjjön a leve, igen. Nem tudom, hogy szokott-e valaki dióból tejet készíteni, vagy mákból, vagy mandulából, vagy bármiből. Kókuszból sikerül? Az nagyon nehéz a kókuszból. Öntjük az egy kis vizet. Akkor teszünk ebbe is egy pici sót. Érdekes, hogy ha só nélkül készítjük el, akkor nincs meg az a teljes jellege. Nagyon érdekes. Teszünk bele egy kis édesítőt. Én mézzel szeretem a legjobban, nekem abban nagyon finom, és egy nagyon picike vaníliát. És ebből nyugodtan lehet pudingot készíteni, lehet süteményekhez krémet készíteni, lehet akár tejberist készíteni. Egyébként, hogyha napra forgó magot áztatunk be, abból nem tejet szoktam én készíteni, hanem tejfölt. És ugyanígy kevés vízzel elkezdjük turmixolni, és nagyon-nagyon klasszul, ilyen nagyon szép fehér, tejfölszerű állaga lesz, és ezt lehet nyugodtan használni ételekhez, de akár zöldségekhez is, akár rakottakhoz föl lehet használni. És még akkor mi lesz, mert lesz áldog torta is? Igen, lesz egy rendhagyó zöldségtorta, tehát ami a hétköznapokban is egy leves után, vagy akár egy ünnepi asztalra, és nagyon kellemes lehet, és nagyon finom, és ezt bárki bármilyen módon variálhatja. Tehát mindig az idénynek megfelelő zöldségféléket, ha beletesz, akkor fölteheti az asztalra, és nagyon klasszul néz ki. Nyilván, hogyha a tésztájába valaki zöld fűszert még tesz, akkor attól egy kicsit másabb. Tehát, hogyha valaki zöld babot tesz bele magába a tésztára, azt főz meg zöld babot, akkor nyugodtan lehet kaporral. Tehát ki amilyen ízesítésben szereti a zöldségeket elfogyasztani, az ízesítse olyan ízűre. De akár lehet pizza jellegűt is, és akkor nyilván, hogy ugye a rizs tésztába, abban olyan fűszer gyúrunk meg, és akkor egy kicsit ez elviszi más irányba. És hát mást is meg lehet kóstolni, ugye ezeket készítitek itt a mai nap folyamán, és hát mit lehet itt megkóstolni? Nagyon sok minden van, de ahogy említettem, minden egyes, szinte minden egyes nagy rendezvényen megjelent ezekkel, és akkor is, hát ha valaki élelmes és odafigyel a dolgokra, akkor megkóstolhatja. Hát igen, itt a titkos oldal következik most, aminek a receptjét nem lehet elmondani, mivel hogy ebből élünk tulajdonképpen. Itt meg lehet kóstolni a vegasonkát, amit csicseri borsóból készül és szejtámból. Nagyon minimális a hozzáadott anyag, tehát nagyon minimálisan van ízesítve, ugyanúgy, mint ahogy a sertéssonkát, hogy szinte alig kell ízesíteni, meg van füstölve, kemény fa füsttel. Lehet kóstolni gabonakolbászt, ami búzából, árpából és zabból készül. Lehet kóstolni diókolbászt, vegatepertőt, zöldségkrémeket, és ezek mind garantáltan tiszták, nincsenek vegyszerezve, nincsen bennük tartósítószer. Igen, ez a
a mai világban fontos. Én még mindig le vagyok ott ragadva, hogy a francba tudsz sonkát, kolbászt, tehát hogy ezekkel a egyébként tőlük teljesen elütő növényekkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel hogyan tudsz kivarázsolni mégis egy olyan ízt, ami arra emlékeztet, vagy mi több, ahogy a kolbász nem, de teljesen ugyanaz. Hát azért a szükség néha törvényt bont. Tehát azért vannak visszatérő vágyak, még ennyi év után is, 9. éve vagyok vegetáriánus, és még így is van olyan, hogy amikor húsvétkor a családnak megfőzi az ember a kocsonyát, nagyon nehéz megállni. Tehát aki azt mondja, hogy hú, egyik napról a másikra le tudom tenni, és egyáltalán nem vágyok rá, ez nem igaz. Tehát azért születnek meg a hús utánzó dolgok, hogy egy kicsikét visszavarázsoljuk azokat az ízeket, amik már a múlté. De hogy mondjuk én azt mondanám neked, hogy töltött káposztára emlékeztető valamit szerette, azt is meg tudnád csinálni? Persze, természetesen. A gabonakolbász kiválóan alkalmas arra, hogy ezt tovább feldolgozva, akár diót, akár gombát, akár rist, barna rist adva hozzá, tehát teljes mértékben lehet belőle töltött káposztát készíteni, és sokszor még finomabb talán, mint az eredeti. Mindenképpen egészségesebb. Hát igen, 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 igen. Dió, búza és za. Dió. Aki dióra allergiás, az óvatosan. A vásza. Mustárt nem hoztam be. Megeszem. Egyszerűen úgy vett be, mint a innyeckel. Itt végén hagyd kérdezzem meg, hogy amúgy ez a fajta főzés, illetve sütés, nem tudom, hogy tehát gasztronómiai műfaj, ez drága, vagy körülbelül szinten van mondjuk azzal, amit mi megszoktunk? Hát igen, ez sokszor felteszik ezt a kérdést. Mi a drága? Az egészség. Így van, így van, így van. Most a napjainkban alig lehet találni az udvarokban, akiknek kertes háza van, tyúkolt, disznót, tehát már most szinte mindenki a boltból vásárol. Kérdezem én, hogy tudjuk-e annak a húsnak az eredetét? Mi a drága? De az, amit megtermelsz a kertedben, és tudod, hogy nem permetezed, és friss, és üde, és nem kell védekeznie a növénynek egyáltalán, akkor arra azt mondod, hogy igen, lehet, hogy ez olcsóbb, vagy legalábbis kifizetődőbb, ha nem is olcsóbb. Na jó, és hogyha mondjuk valakit ez megfog, akkor téged hogy tud megtalálni? Tanácsokat kérni, vagy akár hát, hogy egy kicsit jobban ráhangolódjon erre a fajta művészeti ágra? Hát általában azért odahaza található vagyok, és nagyon sokan meg is keresnek nyilván, hogy én nem orvos vagyok. Én csak a saját tapasztalataimat tudom átadni, így van. És ha valakinek ezzel tudok segíteni, akkor nagyon szívesen megteszem. A Facebookon is elérhető? Így van, a Facebookon is elérhető vagyok, igen. Hát akkor hajrá mindenki, akit ez érdekel, és tényleg szeretnék kipróbálni, mindenképpen érdemes, mondom, a diókolbász, ez valami csoda. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Igen, sokfélét megkóstoltunk, nyilván, hogy odahaza mindenki úgy ízesíti, ahogy szeretné, és használjátok a receptet olyan módon, hogy ízleljen a családotoknak, a családjuknak, és kívánok mindenkinek jó főzéskézést hozzá, és kreatív ötleteket. Mert én úgy gondolom, hogy ezek csak egy alap dolgok, és innentől kezdve lehet nagyon klasszul bővíteni végén.